Azt hiszem, hogy azt várják tőlem, hogy beszéljek a úgynevezett kommunista időkről, mert én 43-ban születtem, most 76. évenben vagyok, tehát én még sok mindenre emlékszem, hogy milyen volt a Rákosi rendszer, a Kádár rendszer, és különösen hát azt el tudom mondani, hogy hogyan érintették ezek a rendszerek az egyházat, a vallásos embereket, papságot. Gondolom elsősorban erről akarnak hallani, és aztán lehet, hogy majd ennek alapján, ha lesz időnk, akkor még átkapcsolatunk aktualitásokra is, hogy ma hogyan üldözik a keresztényeket, például Közel-Keleten, vagy Indiában, vagy Afrikában, vagy mondjuk Európában, és hogy ma mit kell tennünk önmagunk védelme érdekében. Mit tudunk tenni önmagunk védelme érdekében? Hát elsősorban az, hogy ragaszkodunk a hitünkhöz, a vallásunkhoz, és megpróbálunk azt szerint élni. Mert az például az én meglátásom szerint annak, hogy tömegek jönnek most Európába, sok oka van, de a legfőbb oka az én véleményem szerint az, hogy Európa szakított a saját keresztény hitével, a keresztény erkölcsökkel, és ennek köszönhetően kialakult egy légüres tér, először szellemileg, lelkileg, utána pedig demográfiailag is. Már pedig ugye a latin bölcsesség azt mondja, hogy natura horrescit vacuum, de azt jelenti, hogy a természet irtozik a légüres tértől, és azt be akarja valamivel tölteni, és van egy szaporább nép, van egy hitéhez jobban ragaszkodó nép, mint a muszlimok, azok természetes dolog, hogy el akarják Európát foglalni, ezért még nem is hibáztathatók. Tehát nekünk elsősorban azzal kellene védenünk magunkat, hogy visszatérünk a hitünkhöz. Miért fontos, hogy a gyerekek ilyen rendhagyó történelem órán vegyenek részt, ismerjék meg ezt a történelmi eseményt? Hát ugye az a helyzet, hogy övék a jövő, ahogy mondani szoktuk, és fontos, hogy most ők visszatérjenek egy komolyabb keresztény, ugye itt gondolom murakeresztőn elsősorban katolikusok vannak, katolikus keresztény hitükhöz, és megváltoztassák azt a trendet, amely az elmúlt évtizedekben kialakult, és ami Európában még most is folytatódik. Magyarországon most az a helyzet, hogy az új rendszer, a jelenlegi kormány, illetve parlamenti többség, az a keresztény demokráciára törekszik, tehát támogatja az egyházakat. Ugye mi is például most alapíthatunk iskolákat, óvodákat, iskolákat, középiskolánk is van, főiskolánk is van, szociális otthonaink vannak, tehát a templomokon kívül még nagyon sok hely van, ahol tudjuk a hitet továbbadni, és mi most úgy tűnik, mintha már a mélypontról fölemelkedőben lennénk, de még semmi okunk az elbizakodottságra, de reményre igen.